Na szóval sziasztok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Ismét beteg vagyok, legalábbis még mindig beteg vagyok. Viszont behozták a szerdai frissítést, amiben, hogyha jól tudom, akkor két új lovacskát üdvözölhetünk, illetve még egy érdekes dolgot. És ők itt is vannak, és hát mi más csinálnánk, mint megvennénk őket. Legyen az a neve, hogy polipkéz. Megnézzük ezeket a cuki kis házi állatokat, amik bejött. $350, így ilyen bagolyan, kész rablás. Anyway. Szóval a frissítés következő része, az nem más, mint... Igen, azt hiszem, hogy nincs ilyenem. Úgyhogy, hát valahonnan szülök egyet. Egyet, hármat. Szóval szükségünk lesz 3 darab lélekszilánkra, úgyhogy ezt nagyon gyorsan meg is szerzem. És ha már itt vagyunk, akkor megnézem, hogy működik-e még a bike az a lélekszilánkokkal kapcsolatban. Elnézést, úgy látom, hogy a betegsége most már az agyamra kezdett el hatással lenni. És akkor esküszöm, hogy utána egyébként rátérünk a lovakra. Mert én ilyen nagy vélemény megmondom vagyok, úgyhogy meg fogom mondani a véleményemet. Nagyon keményen meg fogom mondani a véleményemet. Két dolgot is jelenthet. Egy vagy nem találom meg, vagy kettő... kivették. Ízom benne, hogy csak az első. Nagyon jó, még működik a bug. Tegnap raktam fel egy videót arra, hogy hogyan tudjátok kilépés nélkül megszerezni többször a lélekszilánkot, és úgy néz ki, hogy működik, csak én voltam szerencsétlen. Ami egy eléggé jó hír. A kilépéséset szerintem most nem fogom megnézni, úgyhogy ezt rátok bízom itt kommentbe, hogyha úgy van és megnéznétek, akkor azt írjátok le kommentbe, hogy még működik-e úgy a bug, vagy sem. Ezt nagyon megköszönném én is, és szerintem sok mindenki. Most pedig visszajönjünk a vágtázónak az erődjébe. Szóval, ide jövünk, beváltjuk, és... egy kicsit elmegyünk lovacskázni. Szóval, amit el akarok mondani erről a lóról, az mindenképpen az, hogy iszonyatosan tetszik átváltozott alakjában. Talán ami nem tetszik, az, hogy nem teljesen csontváz meg semmi, hanem itt így egy ideig megy, és akkor úgy random abban marad. Illetve nem értem, hogy ez a jel itt a faránál mi akar lenni, de csodálatos. Örülünk neki, hogy van. Egyébként animációban teljesen a amerikai Paint Horse, tehát azt nem igazán akarom megmutatni senkinek, mert fölösleges szerintem. Illetve, ami nem tetszik, az az, hogy normál alakjában nagyon hasonlít egy már bent lévő lóhoz. Úgyhogy ez sajnálom, hogy itt nem lettek egy kicsit eredetibbek. De alapjáraton úgy szép szerintem. Nagyjából a lovakat egyébként úgy mindig eltalálják. Nekem általában az animációval van bajom, a szőrszemek azok szinte mindig szépek. Ez
Szóval nem tudom, hogy vagytok vele, de egyébként szerintem egy eléggé szép időnk van Jormikon ahhoz, hogy elmenjünk egy kicsit úgy lovacskázni, értedek? So talk it up like blah blah blah. I'll just plug it out like la la la. I know the seventh that is in is keeping them up at night, but it doesn't bother me. Cause yeah, they're all just jealous boys. Ooh, ooh, ooh. And I would be one if you had another boy. Ooh, 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 ooh. Cause I know the feeling runs too deep, and their hearts might sink. Nem értem meg! Hagyjatok! Jó. Szóval ezt tudja egyébként ez a kis varázs cucli. Vágta az utánat fog jönni. Azt hiszem, hogy a maximum idő az egy negyed óra. Tehát negyed órán belül, akár 15 percen belül kell, hogy megjelenjen vágta az utánzat. A 15 percen belül bármikor megjelenhet. A lényeg az, hogy elfuss előle. Akkor azt hiszem, hogy ezt újra meg tudjátok csinálni, és újra minden egyes alkalommal 6 darab ilyen lélekszeránkot és 100 XP-t fogtok érte kapni, ha el tudtam menekülni, ha nem, akkor viszont mínusz 3 lélekszeránkba fáj. Azt hiszem, hogy ő bármikor megjelenhet, tehát verseny közben is. És azért nem volt egy olyan üdvaragy mester tudomány, hogy leelőzzük őt, hiszen egyes szintű lóval konkrétan felszerelés nélkül is egész simán ment a történet. Viszont akkor már, ha itt vagyunk, ránézünk a másik lóállatra is, ő egy Shire fajtájára lett csinálva. Vágtázó Thomsonnak a lova, egyébként ő belőle megvan a régebbi változat is, aki ugyanúgy megvető a erődben, a régi Shire mintájára van ő készítve, és egyébként rá sincsen panaszom, ebben a verziójában talán annyi, hogy lehetne olyan a szeme, mint Vágtázónak, mint Vágtázó lovának, ugye ő neki van egy füstje, hát ilyen füstját, ilyen... Szóval szerintem úgy világíthatna. Egyébként meg rohadt jól néz ki. A normális verziójában pedig egy teljesen fekete Shire. Szerintem ezt a verzióját sokkal, de sokkal többször fogom használni, mert úristen, mennyire jól néz ki. És a másik Shire-ünk is, ami van, az vannak zokniai, azt hiszem. Mindjárt megnézzük. Legyél te az áldozat. Igen, vannak zokniai, illetve van egy ilyen Cuszlia. Miért nem jut eszembe semmi? Szóval vannak zokniai, illetve van egy lámpás, és hát húkája a fején. Illetve szerintem világosabb. Igen, sokkal világosabb. Úgyhogy egy ilyen nagyon-nagyon fekete, éjfekete. Imádom, egyszerűen gyönyörű. Úgyhogy igen. Hát ez a frissítés, ez eléggé gyenge volt
szerintem, hiszen túl sok új dolog nem jött be. Tény, akinek ez az első Halloween-je, annak ez is tökre izgalmas lesz, akinek még már ez a sokadik, vagy esetleg a második, az... hát a tavi dolgokat tudjuk csinálni. Szóval a legközelebbi videóban találkozunk, addig is sziasztok!